Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy kedvezményes valenti napi jóslás. Ebben a kedvezményben benne van egy szerelmi kirakás és asztrológia, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját az indiai számítás szerint. A díjam 5000 forint, ebben benne van mindkettő. Ez a felvétel egy személyes jóslás Merili részére. Kedves Merili, üdvözöllek téged, ez a te videód, és kezdeném a szerelmi kirakással, utána áttérek az asztrológiára. A bal oldalon vannak a te kártyáid, és a jobb oldalon az ő kártyái. Nálad kezdeném. Ami most látható középen, az mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Én a középső kártyával kezdeném. Ez a horgony azt jelenti, hogy te szeretnél valahol lehorgonyozni, gyökeret verni. A Lenormand kártyánál a horgony jelenti a munkahelyet. A horgony mellett ott van az a könyv, az utalhat arra, hogy lesz egy képzés, és ez kihat a munkádra, a hivatásodra. A másik oldalon ott van a szív, tehát itt szerelemről van szó, ahol te szeretnél lehorgonyozni. A könyv ebben az esetben a zárkózottságra utal, vagy arra, hogy ő visszahúzódó és nem beszél az érzelmekről, tehát zárkózott, vagy arra, hogy légy titokzatos, ne mutasd ki az érzelmeidet. Most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Itt a jobb oldalon, középen látható kártyák mutatják az ő jelenlegi helyzetét. Ez a kulcs azt jelenti, hogy ő magabiztos. Valamit le fog zárni, bezárja ezt az ajtót. De ezzel a kulccsal ki lehet valamit nyitni. Mutatja majd a nyitottságát. És a középső képen látható lovas férfi az mozgásra utal. Itt peregni fognak az események. És ő a jelen pillanatban ennél a kereszteződésnél van, amit a harmadik kártya jelent, mint egy útkereszteződés. Itt elgondolkozik azon, hogyan tovább, melyik irányba mozogjanak az események. Itt döntéseket hoz. Most megtekintjük azt, hogy miről kellene elgondolkoznod, mert ez fog történni a közeljövőben. Ez a csillagkép ott fent bal oldalon szerencsét hoz neked. Nem csak a csillagok mutatják ezt, hanem ez a négy levelű lóher szintén szerencsére utal. De visszatérve a csillagokra, ez jelenthet asztrológiát vagy egy spirituális területet is, ami téged érdekel. Ez lehet a te hivatásod is. A harmadik kártyán látható ez a fa, ahol te keresed a helyedet az életben, ahol úgy érzed, igen, itt le tudok gyökerezni. Ez lehet a hivatásod, a lakásod, vagy ez a párkapcsolat. Ennek a fának van gyógyító hatása is, ami neked szerencsét hoz. Az lehet, hogy ez a tehetséged a spirituális úton tudod magad kibontakozni, és van nálad ez a gyógyító hatás, ez a gyógyító erő. Most megtekintjük azt, hogy miről kellene neki elgondolkoznia, mert ez történik nála
a közeljövőben. A közeljövőt azok a kártyák mutatják, ami ott látható fent jobb oldalon. Én a középső kártyával kezdeném. Ezen a képen te vagy látható. Te állsz itt a középpontban, és melletted van ez a levél, itt lesz egy hír. Ő üzen neked valamit. És az a kislány előtted szimbolizálja az újdonságokat, vagy egy új kezdetet. Most megtekintjük a te titkaidat. Azt, amire nem figyelsz oda, vagy azt, amit el kellene titkolnod, vagy azt, ami később fog történni, és még nem látható, nem érezhető, tehát még egy nagy titok, a te titkaid. Az első kártya ott lent alul, ez a hegy természetesen jelenthet hegyvidéket is. Szimbolizálja a téli hónapokat, ugyanúgy, mint a lilium, mindkettő a télre utal. Az lehet, hogy a télen, tehát most február hónapban nem lesz nagy változás, és ez a hegy mutatja ezeket a nehézségeket, amikor elveszíted a hitedet ebben a szerelemben, de bízz benne. Mert a harmadik kártya, ez a virágcsokor utal a tavaszra. Tavasztól itt tisztázódik valami, mert ennek a liliumnak van tisztító hatása. Ez a virágcsokor, ez jelenthet egy meglepetést, egy ajándékot, vagy egy meghívást is, de jelenti a te szépségedet. És a lilium a Lenormand kártyánál utal a testi kapcsolatra. Erre számíthatsz a későbbiekben. Most megtekintjük az ő titkait. Vagy azt, amire nem figyel oda, vagy azt, amit eltitkol előled, vagy azt, ami később fog bekövetkezni, és még nem látható, tehát egy nagy titok. Az ő titkai. Alul, jobb oldalon, ott van ez a korbács. És ha ez megjelenik, az azt jelenti, itt fáj valami. Valaki megbántja őt, vagy vannak viták, veszekedések, amiről ő nem beszél. A korbács mellett ott van a hold. Ez lehet anyai téma is, mert a hold szimbolizálja az anyai érzéseket és az anyukát is, de a holdnak van más jelentése is, a hold uralkodik az érzelmeink felett. Tehát ezek a viták kihatnak az ő érzelmeire. A harmadik kártyán a madarak utalnak beszélgetésekre. Akkor is, ha ő ezt most eltitkolja előtted, de a későbbiek folyamán el fogja ezt neked mondani. Most megtekintjük azt, hogy mi köt össze benneteket. Ami benneteket összeköt, azt mutatja az a kártya ott középen, ez a gyűrű. Ez jelentheti azt, hogy ő visszatért hozzád, akkor van köztetek egy ilyen kármikus kapcsolat, és ismeritek egymást a korábbi életből. De a gyűrűnek van más jelentése is, utal házasságra. És most áttérek az asztrológia területére. A nap szimbolizálja a ti éneteket. Képzeld el, az életed olyan, mint egy színpad, és itt játszol egy szerepet. A nap azt mutatja neked, itt
te vagy a főszereplő. A te horoszkópodban a nap az oroszlán jegyében van. Az oroszlán jegye felett a nap uralkodik, tehát ez erősít téged, viszont kell az, hogy érezzed, te állsz a középpontban. Ugyanúgy, mint a naprendszerünkben szintén a középpontban van. Az ő horoszkópjában a nap a vízöntő jegyében van, és ez szemben áll. A kettőtök napja szemben áll, ez olyan, mint egy tükör. Te tükrözöl számára valamit, és ő tanul tőled, hogy magabiztos legyen, hogy legyen ez a fellépés, ez a kisugárzása, és ő tükröz számodra szintén valamit, és bele kell nézni ebbe a tükörbe. A vízöntő jegyénél a levegő eleméről van szó, ő mutatja számodra ezt a könnyűséget, azt is mutatja számodra, hogy ne vedd olyan nehezen a dolgokat, maradj ebben a könnyűségben, és érezd azt, hogy te különleges vagy, te egyedülálló vagy, és meg tudod valósítani a terveidet. Mivel a két jegy, az oroszlán jegye és a vízöntő jegye szemben áll, ez nem csak a tükröt jelenti, hanem ez olyan, mint egy mérleg. És itt kell mindig az egyensúly. Itt van egy arany szabály. Ne túl sokat, ne túl keveset. Legyen közeledés, de ne túl sok. Vagy utalhat visszahúzódásra az ő részéről, vagy a te részedről. Ezt sem szabad eltúlozni, mert akkor ez túl sok, hanem keressétek akkor a kapcsolatot. És így maradtok ebben az egyensúlyban. Most áttérek a hold energiájára. A hold szimbolizálja a mi belsőnket, és uralkodik az érzelmek felett, az álmok felett is. Te röviddel egy teli hold nap után születtél, amikor elindult ez a csökkenő hold fázis, ahogy a képen látható. A te holdad a halak jegyében van. A halak jegye az a víz eleméhez tartozik, és itt érzelmekről van szó, mert ezt szimbolizálja a víz eleme. Ebben a csillagképben kettő hal van, két irány. Az egyik utal félelmekre, bizonytalanságokra, akkor nem mennek előre a dolgok. A másik irány pedig a bizalom, a kitartás, a hit, a szeretet, az erő, és ez lehet egy belső erő is, ez segít abban, hogy folyamodjanak az események, és mindent megkapsz az élettől, amiről te álmodozol, ha hiszel ebben, ha hiszel magadban. Ő egy félhold napon született, itt vannak feszültségek. Ez azt jelenti, hogy egy félholdnál a nap, a hold és a mi földünk egy háromszöget alkot. És itt van három jegy és három elem. Hiányzik a negyedik. Hiányzik számára valami, amit az ő lelke öntudatlanul keres. Amikor ő megszületett, a hold a szkorpión jegyében volt, ez a víz eleméhez tartozik. Itt összhangban vagytok, mert a te holdad a halak jegyében szintén a víz elemében van.
A nap, amikor ő megszületett, az a vízöntő jegyében volt, és ez a levegő eleméhez tartozik. A mi földünk pedig az oroszlán jegyében ez a tűz eleméhez tartozik. Tehát itt megvan ez a három szög, a skorpión jegye, a vízöntő jegye, az oroszlán jegye, tehát a víz eleme, a levegő eleme és a tűz eleme hiányzik, a föld eleme. És ez jelenti a biztonság érzetét. Ezt kívülről kapja meg. Ez, amit ő keres. Egy helyet az életben, ahol le tud gyökerezni. Ebben neki segíteni, mert megérted őt, és nálad Szaturnusz bolygó a szűz jegyében van, a föld elemében, az segít abban, hogy ti így közösen kialakítsatok valamit. Nem csak Szaturnusz bolygó van nálad a szűz jegyében, hanem Merkur bolygó is, ami utal cselekvésekre vagy beszélgetésekre, és ennek van gyógyító hatása, te tudsz neki segíteni, ha meghallgatod őt, vagy adsz neki egy jó tanácsot. Mégpedig olyan helyzetekben, amikor úgy érzed, hogy ő elveszíti a talajt a lába alól, vagy kell neki a biztonság érzése a párkapcsolat területén, vagy az anyagi biztonság, vagy szeretné megtalálni a helyét, ami a munkát illeti, a hivatását. De visszatérve az ő fél holdjára, ezekre a belső feszültségekre, ez gyakran a gyermekkorból jön. A nap szimbolizálja az apukáját, a hold az anyukáját, hiányzott a biztonság érzete, vagy az anyagi biztonság a gyermekkorában. És most áttérek a Vénusz energiájára. Vénusz bolygó szimbolizálja a szépséget, a harmóniát, a művészeteket és a mi nőiességünket. Azon kívül kihat a szerelmi élet területére. A te horoszkópodban Vénusz bolygó az oroszlán jegyében van, és ez mutatja a fellépésedet olyan, mint egy királynő, te állsz a középpontban. Sőt, lehet, hogy a korábbi életedben egy királynő vagy egy hercegnő voltál, mert a Vénusz bolygód az a Magha holdházban van, és Magha holdház felett Regulus csillag uralkodik, és Regulus az a királyoknak, az uralkodóknak a csillagja. Az oroszlán jegye az a tűz eleméhez tartozik, mutatja a bátorságodat, a lelkesedést és a testi kapcsolatot is. Az ő horoszkópjában Vénusz bolygó a kos jegyében van. A férfiaknál mutatja a Vénusz bolygó a jó ízlést, vagy ha ők esetleg művészi területen dolgoznak, akkor megvan ez a Vénusz hatás, de azt is jelenti, hogy képzelik el a párkapcsolatot, mit várnak el a társnőjüktől. Ő szeretné, ha te bátor lennél, ha téged sok minden lelkesíteni tud, és a tűz eleménél testi kapcsolatról is szó van. A kos jegye szintén a tűz eleméhez tartozik, tehát itt egy hangban vagytok, megvan nálatok a harmónia, és ez kihat a szerelmi élet területére. És most megtekintjük Mars bolygót.
Mars bolygó utal a mi erőnkre. Ez megvan nálunk, hölgyeknél is, mert nekünk is be kell bizonyítani magunkat az életben, vagy kell, hogy védjük magunkat. Ez Mars energia. De utal a társunkra, a férfias energiára. A te horoszkópodban Mars bolygó az a mérleg jegyében van. Ha te a művészi területeken szeretnéd magad kibontakoztatni, akkor ide be tudod fektetni az energiádat. De ha arról van szó, hogy meg kell, hogy védjed magadat, akkor itt vannak nehézségek, mert a mérleg jegye szereti a harmóniát. És előfordulhat az is, hogy tényleg bebizonyítod magadat, de te nem szeretnél senkit megbántani, és ezért bocsánatot kérsz másoktól, mert így akarod újra ezt a harmóniát megteremteni. Az ő horoszkópjában Mars bolygó utal az ő erejére és az ő férfiasságára. Nála Mars bolygó a kos jegyében van. Mars bolygó jól érzi magát a kos jegyében, mert uralkodik a kos jegye felett. Ez utal az ő férfiasságára, ő tényleg be tudja magát bizonyítani. A te Mars bolygód a mérleg jegyében, az ő Mars bolygója a kos jegyében szemben áll. Itt tükröződik valami. Az lehet, hogy öntudatlanul téged tanítani akar arra, hogy védd magadat, vagy ha tényleg olyan helyzetben vagy, hogy mások megbántanak téged, akkor lehetsz kicsit hangosabb. Ez nem baj, mert így tudod rendezni a dolgokat. Lehet, hogy ő érzi ezt nálad, hogy itt gyengébb vagy, és ezt öntudatlanul szeretné neked kimutatni. De te is tükrözhetsz számára valamit, mert ha az ő Mars bolygója a kos jegyében van, akkor ő gyakran meggondolatlanul cselekszik, vagy türelmetlen, és a te Mars bolygót a mérleg jegyében tükrözöl valamit számára, mégpedig azt, hogy mérlegelje a dolgokat, legyen kicsit türelmes, maradjon ebben a könnyűségben, ebben a belső egyensúlyban és harmóniában. Így tudtok egymásnak segíteni. Ez a szemben állás még valamit mutat. Ez olyan, mint a mérleg. Itt kell az egyensúly. Nem csak a belső egyensúly, hanem mindig mérlegelni kell a dolgokat, te ezt jobban tudod, mint ő, és kell egy középút, az arany középút, és ehhez van egy arany szabály. Ne túl sokat, ne túl keveset. Kedves Mary Lee, így tudtam ezt a Valentin napi jóslást elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!